Két ezüst és három bronzérmet szereztek a marosvásárhelyi fiatal úszóreménységek az országos bajnokságon. A bákói versenyen 57 klub közel 500 úszója állt rajtkőre. A marosvásárhelyi ISK a csapatversenyben a 7. helyen végzett, és jó hír, hogy a 11 éves lányoknál a Simon Csenge, Márton Janka, Szabó Szánda, Horgály Joanna alkotta váltó 4x50 méteres vegyes úszásban a harmadik lett. Egyéniben Orbán Kis Orsolya egy ezüst és egy bronzéremmel gazdag, míg Márton Janka egy ezüst, Kacso Noémi pedig egy bronzérmet szerzett. A sportolókat egyébként Petelei Attila és Farkas Kinga készítette fel. Megszerezte első győzelmét a romániai női jégkorong válogatott a Divízió 2B világbajnokságon. A többnyire székelyföldi lányokból alkotott csapat 5-3-ra győzte le Hongkong válogatottját. Ezt megelőzően hosszabbításban kaptak ki 3-2-re Dél-Afrikától. Románia holnap a házigazda Bulgáriával csap össze. Címvédésre készül a női kosárlabda Románia kupában a Sepsi Szik. Zorán Mikes csapata a negyeddöntő visszavágóján Törgovistét fogadja. A bajnokságban veretlen Sepsi Szik most a kupában is folytatná jó szereplését. A zöldfehérek idegenben 70-55 arányban nyertek, és ezt az előnyt normális körülmények között nincs, ahogy elveszítsék. De a sepsiszentgyörgyiek nem írják le az ellenfelet. Mindenképp Törgövistőnek elég jó csapata van, független attól, hogy az igazolásoktól valamilyen szinten tiltva vannak, de a hat amerikai légióssal én úgy gondolom, hogy egy elég komoly játékerőt képviselnek. Hozzátette, az is csalóka, hogy a bajnokságban jelenleg a 6. helyen állnak, mert úgy véli, hamarosan sokkal előrébb lépnek majd a Dömbovica megyeiek. A Sepsi Szik vezetősége közölte, a ma esti mérkőzésre mobillelátókkal megnövelik a nézőteret, így többen tekinthetik meg a találkozót, mint máskor.